Orsós Kristóf mindössze 2 éve tanul sakkozni. A pécsi Kodály Zoltán kollégiumban Győri Gábor nevelő tanártól tanulta az alapokat, később pedig már komoly partikat is lejátszottak. Ma már megveri sakkban mesterét. Elsősorban ő megszerezette velem a játékot, és ő, hogy mondjam, megadta az alapot, és tényleg koncentráltam, hogy próbáltam legyőzni, de soha nem éreztem azt, hogy esetleg ez erőltetni rám, vagy hogy esetleg, ha valami rosszat léptem, akkor se szírott le, vagy hasonló. Ő tényleg megszerettette velem a játékot, és adott egy biztos alapot. Tavasszal országos bajnokságon vett részt a sakkozó fiú. Sokszor azért az eszembe, hogy mi legyen a következő lépés, és ez tényleg így van. Ellenben egy versenyen nem egy helyben ülünk 3 órán keresztül, hanem közben sétálunk, megnézgetjük a többiek partiját is, és gyakran jobb az, ha elmegyünk egy másik táblához, és megnézzük, hogy ott éppen mi zajlik. És amikor visszamegyek a táblámhoz, akkor igen, leülök, és akár egy 5 percet, vagy egy 10-et gondolkodok egy lépésen, de akkor általában megtalálom a legjobbat. A baranyai kisfaluból származó 17 éves gimnáziumi tanuló halmozottan hátrányos helyzetből érkezett egy pécsi gimnáziumba. Beilleszkedett, szorgalma tanulásban is megmutatkozik. Most pedig nem mindennapi eseményen vehet részt Görögországban. Korábban, még nem kezdtem a Csiszár Csaba nemzetközi mestere dolgozni, akkor izgultam, viszont ő tényleg egy nagyon jó edző, és szerintem vele nagyon jól fel fogunk tudni készülni. Egyébként maga a lehetőség szerintem nagyon nagy, és tényleg egy világversenyen szerepelni szerintem nem kis dolog. Korábban például csak egy országosig jutottam, ami szintén nagyon jó élmény volt, szóval hiszem, hogy az is hasonló lesz. Egyedüliként képviselheti hazánkat egy amatőr sakkvilágbajnokságon október 26-ától. Ebben segíti többek között Győri Gábor nevelő tanár. Én sakszakmai dolgokban nem tudok neki már segíteni. Amiben tényleg segítek neki, az egyfajta ilyen menedzsment, hogy meglegyen a repülőjegy, hogy be legyen fizetve a nevezési díj, hogy lelkileg rendben legyen, hogy a szükségletei, amik kellenek ahhoz, hogy a sakra tudjon koncentrálni, meglegyen. Ezekben tudok segíteni neki, szakmailag pedig igazából most Csiszár Csaba saknagymester az, aki elsősorban egyengeti az útját. A világbajnokságon való részvételhez már eddig is érkezett támogatás, hiszen a költségek 1/3-át már be kellett fizetni. Azonban az ott tartózkodás és az ott zajló további tanulás, oktatás is komoly költségeket igényel. Ehhez szervezi a gyűjtést a Tegyünk Együtt Jót Egyesület. Szükségünk van még edzői díjra. Most már azt merjük mondani, hogy ki tudjuk fizetni az edzőt, ami nem kevés pénz havi szinten, illetve laptopot kell vásároljunk neki, mert hogy a családi háttér miatt sajnos neki nem, ő nem kapott az iskola által. Úgyhogy ez is nagyon fontos, fontos ugye a tanulmányai során is, illetve amikor kint lesz Görögországba, akkor vállalta a mestere edző, hogy online tartja vele a kapcsolatot, és akkor az előző meccseket ellenzi, és így fel tudja készíteni a következő napra még, így segítve őt. Bíznak abban, hogy közös erővel egy fiatal tehetség újabb lépést tehet a siker felé. Köszönnek minden segítséget. Ehhez kéri a támogatást a Tegyünk Együtt Jót Egyesület az alábbi számlaszámra.